Mesterek dicsérete címmel nyílt kiállítás a Györffy István Nagykun Múzeumban. Az időszaki tárlaton a Nagykunsági Népművészek Egyesületének tagjai, a karcagi Andrássy Mihály népi iparművész, fafaragó, Nagyné Török Zsóka, tiszafüredi népi iparművész, fazekas munkái mellett a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet alkotóinak munkái is láthatók. Dr. Nagy Molnár Miklós múzeum igazgató köszöntője után dr. S. Kovács Ilona etnográfus egyesületi elnök ajánlotta a tárlatot a jelenlévők figyelmébe. Ennek a kiállításnak két címet is adtam. Az egyik a matéria technika stílus, kis mottót, amit azért választottam, mert ez a három terminológia kifejezi a kiállításnak a mondani valóját. A szépséget, az anyag kezelésének művészi fogát, és a stílusokat, a népművészeti stílusokat, amelynek a feldolgozására vállalkoztak ezek a művészek. És elmondom, hogy a köszöntöttek sorából az egyik kiállítónk bizony kimaradt. Ez a harmadik kiállító a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, akinek az elnöke Báder Miklósné. Nagyné Török Zsókával, az egyik kiállítóval beszélgettünk itt a gyönyörű alkotások között. Hány év munkája van most itt kiállítva, vagy ezek a legújabb munkák? Hát igazán az első, most se teljesen önálló kiállítás, de azt gondolom, hogy több tájból. Most van először itt kiállításom Karcagon, és 1984-ben végeztem itt Karcagon a Ragó Antal szakközépiskolába. Az sem most volt, igen, és akkor azért még az alapokat, itt akkor még voltak, akik tanították az alapokat. Kiktől tanulta meg? Hát én elsősorban Esznagy Istvántól, és nagyon büszke vagyok rá, és nagyon jó érzés, hogy ő volt az első fazekas, akitől tanulhattam, mert hát a mai napig talán azt mondhatom, vannak még bestek, de ő volt a legjobb. Tehát igazi művész lélek volt, de olyan habitusa volt, hogy így magával ragadta az embert, szóval az a gyorsaság, az a jó szem, gyorsan akartam mondani, formaérzék, tehát annyira összetett volt, és mindent tudott. Egyszerűen valami zseniális volt, és lenyűgözött persze bennünket. Hogyan lehet megfelelni keramikusként a mai kor követelményének? Hiszen mondhatnám, hogy itt most, ahol állunk, ezen a részen a régmúlt van, a igazi, itt pedig már az újra gondolt kerámiák vannak a másik oldalon, hogyha nagyon egyszerűsíteni szeretném a látottakat. Hát az az igazság, hogy az élet rákényszerített arra egy kicsit, hogy ne csak feltétlenül népművészeti alkotásokat készítsek, de bennem is volt egy ilyen fajta vágy. Viszont Tiszafüreden, ahol élek, elsősorban a kezdeti időszakomban, amikor saját műhelyem lett, a tiszafüredi kerámiát keresték. És akkor úgy gondoltam, hogy kutya kötelességem, de egyébként jó érzéssel is készítettem. Akkor elkezdtem egy kutató munkát, hogy ne hasonlítsak a Szűcs Imre bácsihoz, aki szintén ugye az egész családjával tiszafüredit csinál. És egyszerűen kellett olyan módon keresni az utamat, hogy mégis különböző török zsókás legyen. Éppen ezért tiszafüredit, mezőturit, mezőcsátit kezdtem el készíteni, és ez azt gondolom, hogy egyre jobban sikerült, és a modernebb forma az körülbelül olyan 3 éve kezdődött nálam igazából, de ez viszont annyira felgyorsult, hogy a modern effektmázas kerámiák mellett, amit most itt nem lehet látni, a magas tűzű kerámiák is ott vannak, és a rakú edényekből hoztam, ami meg legalább ilyen 20 éves vágy, hogy saját magam, saját kemencében, saját anyagokkal készítsem el, és nagyon-nagyon imádom, ami szerintem látszik is az alkotásokon. Igazából nagyon sok pályázaton veszek részt, a felsorolásban nincs is benne, vagy akár fazekas versenyeken veszek részt az ország minden táján,
és ezek is inspiráltak arra, hogy főleg a pályázatok, hogy többféle technikával is dolgozzak, és mindig voltak kedvenceim, tehát például a zöld áttörtek is a kedvenceim voltak, de ez egy keceli pályázatnak a tematikájára készült, Világítás volt a címe, és akkor erre találtam ki egy ötletet, hogy a Mécsestől a Csillárig, a Csillár az már nincs itt, a Mécses sincs itt, mert azokat megvásárolták, de nagyon izgalmas volt a téma. És hát ott is nagy sikere volt, és azóta maradtak a műhelyemben ezek a termékek, tehát tényleg nem unatkozom, tehát amikor ilyen vagy olyan hangulatom van, akkor azt csinálom. Nyilván a megrendeléseket az úgy kell, amit megrendelnek, de szeretek egy kicsit így játszadozni, kalandozni, így van. Andrássy Mihály Fafaragóval beszélgetünk itt a gyönyörű tárgyai között. Vannak, amik jellegzetesek önre, tehát én megnézem, és biztos vagyok benne, hogy ön készítette, ön faragta azt a széket. Törekedett arra ezelőtt sok évtizeddel, hogy egy saját stílus kialakítson, vagy ez így alakult? Hát valójában kapható vagyok mindenféle stílusba úgy bele-bele kóstolgatni, és ez a szék, végül is ez a paraszbarokk, ami engem megragadott, és akkor ebben a stílusban faragtam néhány bútort. De hát azért a reneszánsz is hatással volt rám, úgyhogy néhány olasz korsós dolgot is csináltam. És hát kísérletező típus vagyok. Szeretek mindent kipróbálni igazából. Az előbb egy látogatóval pont azokról a titkokról beszélgetett, hogy hogyan is lehet összecsapolni ezeket a székeket, hogy ennek is megvan a maga trükkje? Hát igen, a szerkezeti összeállításnak nagyon fontos szerepe van. Tehát stabil legyen a szék, és itt mi Karcagon néhány fafaragó barátommal kitaláltunk egy módszert, amivel ez nagyon stabilá tudjuk tenni a széket, és ez már kezd úgy terjedőbe lenni. Ez egy ilyen keresztirányú csapolás, ami be van ékelve, és ezáltal, ha egy picit szárad a fa, kicsit túlütjük, és akkor megszorul, és akkor ez így egy stabil szerkezetet ad. Beszéltünk többször már a kunkapukról, ami a ön egyik nagy kedvence. Itt azért láthatunk különböző faragott botokat is. Ez mostanában jött? Hát régebben is faragtam már botot, de most úgy sikerült jó fát találni, mert azért az lényeges. Találtam néhány sonfadarabot, amiből ilyen juhászkampót próbáltam kifaragni néhányat, meg különböző madaras botokat, tehát ez is motivál engem igazából, tehát ez a pásztorfaragás valójában. Mennyiben szereti a géppel való dolgozás, hiszen azért vannak dolgok, amit muszáj azzal, vagy inkább ragaszkodik, amit csak lehet kézzel? Hát igazából az élvezet maga a fafaragás, de hát ennek vannak ugye előzményei, a fát elő kell készíteni, fűrészelni kell, gyalulni kell, különböző szerszámokkal alakítani, és aztán jön a véső, és akkor a végleges formát elnyeri az a tárgy, amit az ember kigondol. Tehát tervezés is van előtte, mert azért nem úgy van, hogy fogok egy darab fát, és akkor egyből ki tudom belőle alakítani a formát, megtervezem, és utána elkezdek faragni. Büszke arra, amikor a karcagiak megdicsérik? Tehát amikor a saját városában elismerik az ember? Hát természetesen azért ez büszkeséget jelent. És hát Török Zsókával már nem az első ilyen közös kiállításunk. Volt Tiszafüreden, de egyszer Szolnokon kerültünk mi úgy össze, és akkor ugye én vittem az asztalomat, ő megterítette gyönyörű kerámiákkal, és ez sikeres volt, és ezt próbáljuk most már így tovább vinni. Mi a kedvenc fa, amiből a legkönnyebb alkotni? Hát sokféle fa van, például mézeskács ütőfákat legjobb a körtefa, de dolgozom tölgyfából, diófából, még akácfából is, itt látható egy garnitúra az akácfából van, azzal keményen megszenvedtem, de azért egy jó darab lett aztán végül belőle.
Az andrássi minta van jellegzetes, a kunkapun megbeszéltük, de mondjuk itt a székeken van olyan csak önre jellemző minta, amit más nem alkalmaz? Hát vannak kedvenc mintáim, tehát a tulipán például ugye visszatér mindenütt. Most például nagyon megszerettem a szegfű formákat, tehát így a díszítő faragásnál. Egyébként bármi, ami megragad, tehát bármit szeretek kifaragni.